Isten, áld meg a magyar jókedvvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen téd, hozz rá végeztetted. Megnyitotta már a nép a múltat, s őseinket felhozált Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bende húznak vére, s merre zuhnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozál. Értünk Kunság mezein ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nettárt csepegtettél. Zászlón gyakran plántál át vattörök sáncára, s jötte Mátyás búshadát, Miért esett az idén a Kölcsei Társaság választása Zsigmond Dezső filmrendezőre? Azt gondolom, hogy egy olyan embert díjaztunk, aki az egész eddigi életművével azt bizonyította, hogy hogyan lehet emberközeli perspektívából felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a magyar kultúra nagyon sokféleképpen hordoz. Emberi sorsokban, emberi szokásokban, emberi közösségekben, különösképpen azokban, amelyek itt ezen a tájon maradtak meg. És a másik vonás pedig az, hogy az ő munkájában úgy tudja bemutatni, vagy megközelíteni az igazságot, hogy nem radikális, fekete-fehér, ennek igaza van, annak nincs igaza, megközelítést alkalmaz, hanem ő maga is gondolkodik, és bennünket is gondolkodásra késztet, hogy ne legyünk az előítéleteknek a fogjaivá, és ne elhamarkodott módon tudjunk ítéletet mondani, hiszen a kultúrának az egyik sajátosság éppen az, hogy segít valamit leülepedni, segít valamit összerakni apró részletekből, és ez az aztán, ami egy embernek, egy közösségnek tartást tud adni, és én azt hiszem, hogy erre a tartásra ma is szükségünk van. Itt Szatmárban és az egész Kárpát-medencében. Szeptember óta tölti be a Kölcsei Társaság elnöki posztját. Milyen érzés volt most elnökként ide érkezni Szatmárcsekére? Én éppen összeszámoltam, hogy 1997. januárja volt az első, amikor részt vettem a Kölcsei Emlékünnepségen, és azóta, amikor csak tehetem, akkor itt vagyok. Ebben a minőségben többen megkérdezték, hogy mi fog most változni. Én erre azt mondtam, hogy hát a társaság semmiképpen nem változik, mert azok a célkitűzések, amelyek több mint 30 évvel ezelőtt megfogalmazódtak, azok most is érvényesek. Én szeretném mindazt tovább vinni, ami érték, és szeretnénk egy olyan társaságnak az életében segítséget nyújtani, amelyik tudja a sajátos szerepét betölteni, ehhez megteremteni az emberi, anyagi és minden egyéb szükséges bázist. Mit jelent önnek ez a díj itt Szatmárcsekén? Nagyon sok mindent, hiszen az én szeretett Szatmáromtól kaptam a Magyar Kultúra napja alkalmából, és én nem tudtam elvonatkoztatni mindattól a személyes élményvilágtól, amit én itt Szatmárban átéltem, mert nekem ez egy gyönyörűség volt, és nagyon sok filmet innen indíthattam. Itt írtuk a játékfilmjeim forgatókönyveinek szinte mindegyikét.
nagyon sok dokumentum és dokumentumjátékfilmet készítettem, és hát házak is vannak, vagy voltak, vannak is voltak is itt a környéken, tehát mi nem csak megörökítettük, hanem be is laktuk Szatmárt. Miért kötődik ennyire ehhez a tájhoz? Nagyon nehéz ez a kérdés, és egyben nagyon könnyű is. Én azt gondolom, hogy egy olyan világba vágytam mindig, ahol csodálatos dolgok vannak, és itt a folyók közelsége, a határon túli, de szinte karnyújtásnyira lévő hegyek, azok a fantasztikus emberek, akik többségében már meghaltak, idős paraszt emberek, akiktől annyi mindent tanulhattam, akik lehet, hogy tanulhattunk, írni, olvasni nem tudtak. De tudósok voltak, akadémikusok voltak a maguk nemében, mert ismerték a természetet, ismertek mindent, egyszerű juhász emberek. És olyan csodálatosan beszéltek, mint például Kósa Sándor bácsi, Isten nyugosztalja, Sonkádon, vagy Kósa Károly bácsi, Tisza Csécsén, hogy szinte gépbe lehetett volna ütni, szinte egy az egyben meg lehetett volna könyvben jelentetni, mi ugyan filmen jelentettük meg az ő csodálatos világukat. Nagy-nagy megtiszteltetés, hogy ők a barátaim is lehettek, és még vannak is, és élnek is közülük. Éppen ezért szeretek nagyon Szatmárban járni, mert az emberi és a tájúi adottságai ennek a környéknek azt gondolom, hogy még mindig nagyszerűek. És hát nem messze van innen Kárpátalja, ahol épp a legutóbbi filmemet forgattam. Innen indultunk el Erdélyországba, és még azon is túljutottunk a Gyimesekbe. Én nagyon szerettem, és nagyon szeretem ezt a világot. Ha csak lehet, idejövünk. Itt tudok igazán otthon lenni, itt tudom igazán átgondolni, milyen filmet szeretnék. Itt tudok, vagy milyen filmet szeretnék csinálni, itt tudok igazából otthon lenni. Az ünnepségen Grógás Pál irodalomtörténész Kölcsey emlékérmet vehetett át a Kölcsey Társaság tevékenységének támogatásáért. A rendezvény Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt.